Nem tréfáltak április 1-én a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ munkatársai. Színes, változatos gyermekprogramokkal invitálták az újranyitott Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központba a családokat. Szerettünk volna a nyitási akciónkon, amikor megnyitjuk a házat, egy olyan programot tervezni, ami a húsvéthoz is kapcsolódik, hiszen ugye várjuk a húsvétot. Készítünk egy tojásfát, amit már kezdtünk feldíszíteni. A kézműves foglalkozások keretében ugyanúgy tojást festhetnek a bentlévők, felakaszthatják a tojásfánkra. Természetesen méltóan a húsvéti ünnepkörhöz olyan játékokat is megismerhettek a gyermekek a töpörtyűktől a nagyocskákig, amelyek gyakorlatiságokban kapcsolódtak az ünnephez. Vannak állataink, nyuszi, bárány, illetve ló, amiket megnézhetnek, megsimogatnak, és akár a lovon lovagolhatnak is az érdeklődők. Vannak húsvéti fajátékaink, természetesen nem maradhat el az arcfestés, illetve egy társasjáték klubbal vártuk az érdeklődőket, ahol főleg tavaszi húsvéti társasjátékokat próbálhatnak ki. A gyermekes szülők számára igazi kikapcsolódást nyújtott a kötetlen programkavalkád, amit mosolygó arcok erősítettek meg a napsütéses áprilisban.